Elérkezett a napja a második Sony kihívásomnak. Az előző ugye az volt, amikor elküldtek gyakorlatilag a telefonommal sportfotósok közé hokit fotózni. Szerintem jól megugrottam. Az a visszajelzés jött tőlük is, hogy jó van, jó lett, maradhat. Most nem tudom, mi lesz a feladatom. Így hát nincs más teendőm, mint várni, hogy bejelentkezzen esőügynök, és megtudjam a napi feladatomat. Szia Tibi! Láttam az Xperia 1 Mark V-ről szóló videódat. Néztem a kommenteket. Ott azt írogatják az emberek, hogy ez a telefon nem tud jó képet csinálni éjszaka. Megtanít, hogy kimész a Pécsi Fényfesztiválra és lősz pár szuper képet? Ojaj! Ojaj! Éjszakai fotóvideó. Ez nyilván azt jelenti, hogy éjszaka kell ott legyek a fényfesztiválom. Jó, ha a múltkorit veszük alapul, én attól jobban féltem. Szerintem ezt simán le tudom hozni. Irány Pécs és a Fényfesztivál. A kocsiban egész úton az járt a fejemben, hogyan fogom én ezt megoldani. Mármint nyilván nem a Sony Xperia 1 Mark 5 fotós és videós képességein gondolkoztam, hiszen az egészen biztos, hogy az új két rétegű szenzor hihetetlen képeket és videókat fog nekem készíteni. A problémám inkább két gyermekes apukaként az volt, hogy fogok én fönnmaradni 10 óra után. Egyébként a vágóképeknek semmi köze a mondandómhoz, egyszerűen csak szerettem volna én is olyan szép stop videókkal operálni, mint az utazó vloggerek. És nyilván mivel én nem utazom, ezért ez az egy lehetőségem maradt. Lényeg a lényeg, 2,5 óra múlva már is ott voltunk a Pécsi Fényfesztiválon. Na tehát, megérkeztem Pécsre a Fényfesztiválra. Itt a bizonyíték, nem sokára kezdődik a Photo Plus és a Sony közös rendezvénye, ahol megint lesznek előadások, ahol szakemberek elmondják, hogy hogyan kell sötétben fényeket fotózni. Nyilván ez nagyon hasznos előadás, főleg nekem, mert hogy én videót fogok készíteni. A fejtágítás a főtér melletti bázison zajlott, ahol a helyi fotós klub fő hadiszállása van. Ide szervezte ugyanis a Photo Plus a fényfotós megmozdulást. Itt jó szokás szerint mindenki választhatott magának egy Sony Alpha vázat vagy objektívet, amivel végigfotozza Pécs belvárosát. Itt egyébként rendre feltűnnek celebek is. Figyelj már, te ilyen YouTube-os gyerek vagy, nem? Igen. Te ismerősnek tűnsz, nem? Te ilyen kártyatrükköket szoktál csinálni, jó? Igen, én vagyok az a srác, a Soma. A te vagy a Soma? Jaj, de jó, örülök. Szia, szevasz, Soma. Szia. Soma fellépése biztosan érdekes és hasznos volt, de ezzel egy időben nyitotta a közeli étterem, és hát ugye választani kellett. Nem láthatok semmit. Hát elég szépen gyűlünk itt a rendezvényen. A Photo Plusnak ugye ez az éjszakai fotózásra kihegyezett rendezvénye. Elég illusztrés társaság van, vannak hivatalos fotósok, igen szép referenciával. Ugye itt van Soma, ezt már láttátok. Egyébként szerintem ő nem Soma, ő valamilyen edzős gyerek lehet. Mire megpróbálom megtudakolni, hogy ki ő pontosan. Illetve itt van például Szinti, a diktátor, és aki az előbb jött ide, és azt mondta, hogy nagyon szereti a TikTok videóinkat, úgyhogy esetleg, ha ezt a videót is nézed, akkor köszönjük szépen, megtisztelő. Ez milyen szépen bekomponáltam ide, nem? Tök véletlen, csak eljöttem, hogy ne zavarjak másokat. Na mindegy. Szóval, hogy ahogy lemegy a nap, akkor elindulunk a városba, és a szép fényeket, a fényfesztivált próbáljuk megörökíteni, a többiek fotóval, én fotóval és videóval, a többiek Sony Alpha gépekkel, én pedig Sony Xperiával. Úgyhogy drukkoljatok, mert ismét nem tudom, hogy mi fog ebből kikerekedni. A múltkori szerintem egy fokkal talán könnyebb volt, itt most azért a telefonra is ki van hegyezve a dolog, ugyanis hát nem mást ígért a Sony Xperia 1 Mark 5, mint hogy itt a sötétben való fotózás radikálisan és videózás radikálisan javul. Eddig nem látott minőséget tud produkálni, úgyhogy ez fog kiderülni. Soma vagyok. Bemelegítésként a parkban buborékokat pukkangató modelleket lehetett fotózni, miközben a nap szépen lassan, de biztosan elkezdett nyugovóra térni, és Tibi apu érezte, hogy lassan itt az ő ideje, meg az Xperia 1 Mark 5-é. Először fényinstallációkat néztünk meg,
ahol minden feltétel adott volt a borzasztó képek és videók készítéséhez. Vaksöt, szúrófény, füst, random váltakozó fénye. Ennek ellenére a Sony Xperia 1 Mark 5 hibátlanul tette a dolgát. Az AI nem vezérelte túl magát, azaz nem retusált a képekre olyat, ami nem volt rajta, de láthatóvá tett mindent, amit csak lehetett. Azt látjátok itt a képeken, amit én láttam a valóságban. Brutálisan jó ez a telefon. Aztán, amikor már kint is vaksötét volt, elindultunk a városba. Hát én még nem voltam fényfesztiválon, de ez félelmetesen komoly látvány. A Sony Xperia pedig kérdés nélkül tette a dolgát, és rögzítette a szebbnél szebb felvételeket. Ami a Sonynak évek óta egyébként elvitathatatlan előnye minden egyéb márkával szemben, az az a tulajdonsága, hogy a valóságot rögzíti. Úgy, ahogy a te szemed is látja. Az új szériában az új kétrétegű szenzor és az AI szépen javítja a fényhiány hibáit. Ki csinált tökéletes éjszakai képeket, meg videókat? Jó, a Sony Xperia 1 már köt, de én is kellettem azért hozzá. Annyira egyébként nem, be kell valljam, és ez picit rosszul esik. Picit rosszul esik, mert ugye automata módban próbáltam használni minden felvételnél a telefont, tehát abban, amit egyszerűen csak itt te is elindítasz, és ez jön elő egyből. Tehát próbáltam semmi extra beállítást nem alkalmazni, próbáltam nem a Cinema Pro rögzítővel rögzíteni, nem használni a Venice Look-ot. Tehát teljesen úgy, mint bekapcsoljuk a telefont, elindítjuk és nézzük meg, hogy mi lesz kategóriában. Ez pedig valahol a szívem mélyén reménykedtem, hogy azért kell hozzá némi szakmai tudás, hogy azért egy picit állítani kell, hogy na, tudni kell. Hát nem kell. Olyan szinten dolgoznak az AI rendszerek a kamera mögött, hogy láttatok, vagy ha nem láttatok, akkor most mutatok egy felvételt, ami gyakorlatilag az egyik az én Xperiámmal készült, a másik egy Sony Alpha 7-essel. Gyakorlatilag összekeverhető a két kép. Annyira tökéletes felvételt készített a telefon. Ugye idén a Sonynak az Xperia kapcsán az volt a nagy mondása, hogy drámaian javul a sötétben készült képek, videók minősége az új szenzor miatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt beváltották. Tehát biztos voltam benne, hogy jobb lesz, mint a tavalyi, biztos voltam benne, hogy jobb lesz, mint az átlag, de hogy ennyivel jobb, erre nem számítottam. Én nagyon büszke vagyok a telefonra, nagyon remélem, hogy esügynök el fogja fogadni a fotóimat, videóimat. Szerintem nincsen bennük semmi kivetnivaló. Ha bármilyen kérdésetek van a telefonnal kapcsolatban, vagy Sony termékek bemutatóját szeretnétek nézni, tesztjét, akkor nincs más dolgotok, mint kommentben írjátok le, miről van szó. Elolvasom is, hogyha úgy van, akkor meg is valósítjuk. Én nagyon szépen köszönöm a Sonynak megint a lehetőséget, illetve a Fotoplusnak ezt a rendezvényt, hogy bemehettem ismét telefonnal ugye a nagy kamerák közé. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, vigyázzatok magatokra, hamarosan érkezünk. Nem sokára jön a Sony Xperia 5 Mark 5, mármint a megjelenése, úgyhogy ahhoz képest meg hamarosan jön itt a csatornán a bemutató videója is. Addig nézzétek vissza a régebbi videóinkat, iratkozzatok, felnyomjatok harangot, kössetek, fonjatok, horgoljatok, az szép beltéri díszeket lehet csinálni. Aki tud, az makramészat is. Meg mindenféle ilyenek.
Köszönöm, hogy itt voltatok velem, vigyázzatok magatokra, szevasztok!